gentlemen. My name is Emma Schedengs, and I'd like to welcome all of you who are here at the synagogue present for this special occasion. I would like to give a special welcome to Chief Rabbi Arthur Schneier from overseas and here next to us, who is the Chief Rabbi of Park East Synagogue in New York and the founder and president of the Appeal of Conscience Foundation. A very warm welcome to His Excellency David Cornstein, the Ambassador of the United States of America. Welcome, Mr. Ambassador. To Chief Rabbi of Dohány Synagogue and our host, Chief Rabbi Róbert Frölich, welcome. And to the President of the Hungarian Jewish Federation, András, Heisler, and also our Distinguished Excellencies, very special guest for today, not only here, but also the number of friends of Chief Rabbi Schneider from all around the world. We gather today to praise Chief Rabbi Schneier on his slightly delayed birthday, but for sure thank him for all his work and efforts he did through his life by building bridges between continents, countries, cultures, and people. To manifest our endless thanks, we are all, some of you are sitting, I'm practically standing, right next to this plaque, which is over there, which honors his life achievement. And now I would like to ask Chief Rabbi Róbert Frölich, as our host, to make his speech. Thank you. Nagykövet urak, bíboros úr, elnök úr, kedves vendégek! Különleges alkalommal gyűltünk itt össze. Minden szempontból különleges. Arthur Schneier az idén 90 esztendős. És úgy tűnik, hogy egy táblát avatunk egy élő ember tiszteletére. Ami nálunk nem szokás. És nem is ezt tesszük. A 90. zsoltár nem véletlenül éppen ez a zsoltár, hiszen ez van összhangban a 90. születésnappal. A 90. zsoltár azt mondja, Jömis, Najsz, ha ilyen bohem, sivim, sonovim, gvurajt, smajnim, az életünk napjai, az éveinek a száma, az bizony 70 esztendő. De ha jó karban vagyunk, jó erőben vagyunk, elérhetjük a 80-at is. És Arthur Schneier rácáfolt a zsoltár igazságára. A 90. esztendőt töltötte be, és ahogy hallottam tegnap a hangját, és látom most, hála jó Istennek, jó erőben, jó egészségben, ugyanúgy, ahogy megismertem őt egy néhány évtizeddel ezelőtt. Mi lehet a titka? Ahogy elhangzott itt a köszöntőben, egy olyan ember, aki hidakat épít. A 90. születésnap elérkeztében a Jóisten kegyelmének talán az egyik oka, hogy Arthur Schneier egész életét azzal töltötte, ami a zsidók legfőbb vágya, a béke. Hogy békét teremtsen, hogy békét hozzon. Ezért épített hidakat. Hogy azt mondja a Misna, Hevimi Talmudov shel Aharain, legyél Áron tanítványai közül való, Bakés Sólaim, Rajdév Sólaim, keresd a békét, és minden erőddel igyekez a béke elősegítésén. És minden értelemben, mi Talmudov shel Aharain, Áron tanítványai közül való. Ugye Áron a pap, Arthur Schneier
a rabbi. Őrzi, viszi, hirdeti a tant, a zsidóságot, a zsidóság értékeit, filozófiáját, szeretetét, és nem csak egy elefántcsont toronyból, nem csak szónokolva, gyakorolva azt. Nem véletlen, hogy akárhova megyünk a világon, ismerik Arthur Schneier nevét. Beírta magát az emberiség történelmének aranykönyvébe. Az áll a táblán, ugyancsak a 90. Zsoltárból, Vin ajánlva sem alaj kéno leino, lássék meg rajtunk Istennek a kedve, a szeretete, a támogatása. Arthuron meglátszik, őt szereti a jó Isten. Szereti a munkáját, szereti őt az embert, szereti benne a rabbit, szereti benne a zsidót. Ezért adott neki 90 esztendőt. És mi, akik most ünnepeljük, nem őt, hanem ezt a 90 évet, fejet hajtunk az elmúlt 9 évtized minden heroikus erőfeszítése előtt, amit Arthur Schneier véghez vitt. Fejet hajtunk az emberi nagysága előtt. Köszönetet mondunk neki azért, hogy olyan zsidó, ami ennek egy zsidónak lennie kell, aki Izrael szeretetére, a zsidó nép és a zsidóság szeretetére fordítja az emberek szívét, és legfőképp hálát adunk a jó Istennek. Hálát adunk azért, hogy elhozta közénk Arthur Schneiert, hogy megtartotta őt, mert ő nem csak a Park East Synagogue, nem csak amerikái, a miénk is. Gyerekkorát itt töltötte Budapesten, nagyon sokat jött ide, nagyon sokszor találkoztunk vele itt a templomban, ő a miénk is. És hálát adunk a jó Istennek, hogy megőrizte őt, és kérjük, adjon neki még nagyon sok hasonlóan eredményes, boldog és szép évet. És amivel kezdtük ezt a táblát, nem egy élő embernek állítottuk. Ez a tábla hirdeti Isten kegyelmét és Arthur Schneier iránti soha nem szűnő szeretetét. Arthur, ha hallasz bennünket és hallasz bennünket, bis 120, 120 évig Isten adjon neked jó erőt, jó egészséget, adja, hogy töretlenül folytathasd a szent küldetésed, adjon neked, szeretteidnek hosszú, boldog életet, jó erőben, egészségben, és legfőképp abban, amiért egész életedben küzdöttél, békességben. Amen. Nagyon szépen köszönjük a szavakat, Főrabbi úr. And now I would like to ask His Excellency David Cornstein to make his speech. Thank you. You look good, Arthur. I got here 2.5 years ago, and when I first came here, a few days right after, Arthur was visiting Budapest, and he took me over to a man who was here to honor you today as well, that was not introduced, Cardinal Erdo. And I remember that when I saw the Cardinal just a couple of days ago, and I was with Arthur when I first got here, that I asked, would you give me a blessing? And he gave me a blessing then. It lasted 2.5 years. So I said, I need a renewal. So he gave me another blessing. So I appreciate it. And for Arthur, I know he really appreciates you taking the time to be here today. So thank you.
So I met this handsome young man on the screen here. I met him 40 years ago when I joined Park East Synagogue. And I've had the privilege in those 40 years of meeting really the leaders of faith, a lot of leaders obviously in business, and many, many leaders in government. And of all of those people, I never met one individual that was more loved and respected than my friend Arthur Schneier, not even close. Now, he came to Budapest in 1939 and witnessed the Holocaust. He unfortunately lost many people in his family that were taken off to concentration camps. 1 year before he came to Budapest, I was born in New York City to a mother and father, Jewish mother and father, that were the best parents any child could have. They took care of me, sent me to the best schools, and sent me on my way. And while I've been here, I've had many, many, many visitors. And whoever comes here, we obviously bring them to this beautiful, magnificent synagogue, but we also take them over to the Danube and show them this very touching memorial of just shoes. And I really often wonder, every time I go there, I wonder, or any time I come into this synagogue, I wonder, why was I so lucky? Why? What if I were born to a wonderful set of parents, not in New York City, but born here in Budapest? And maybe if I were, I might have been in one of those pairs of shoes where children were tied up with other people to save a bullet. They shot one, tied them together, and threw them in the freezing waters of the Danube. Why was I so lucky? I still don't know. Now, Arthur could have been in those shoes as well. The difference between he and I is I know what the good Lord wanted for him. He wanted him to continue to do more and more good work for the Jewish people of Austria, for the Jewish people of Hungary, for the Jewish people in New York, in Israel, and not just for Jewish people, but for people throughout the world, which he's doing through this appeal for conscience. So I can't think of anyone that's more deserving of having a plaque put up in his honor than my dear, dear friend, who I love beyond words, my good friend, Arthur Schneier. Thank you. Thank you very much indeed, Your Excellency. And I would like to ask Chief Rabbi Arthur Schneier to say his speech. I'm usually not at loss for words, but I am so humbled, and olyan hálás vagyok, Isten áldjon meg benneteket. Ez egy nagyon fontos esemény az életemben. Ahogy mondtam, elsőször Dohány utcai templomban jártam, amikor emlékeztem az édesapámat, Jiszkor, 9 éves voltam, és hála Istennek a Soha után az Isten megőrzött, és átéltem ez a borzasztó tragédia a zsidó népnek. So now I will switch to English.
I want to thank my colleague, Chief Rabbi Frölich, for his laudatio. I don't know how my wife, Elizabeth, who has visited Hungary with me so many times, my children, grandchildren, yes, and two great-grandchildren, how are they going to live with me after all the wonderful things that have been said this morning at this historic landmark congregation? I also am grateful to my beloved friend, the United States Ambassador David Cornstein to Hungary. Yes, I love him very much and very proud of what he has done and what he has accomplished. And as a proud Jew, bringing honor to his country, and as a bridge builder between Hungary and the United States. I want to just pledge, as long as God gives me life, I will never forget, with gratitude, the studies of the Jewish Gymnasium in Budapest, the scholarship, yes, the difficult times, but also the joyous times. And I want to assure President Heisler and the entire Jewish community of Hungary, as long as God gives me strength, you can count on me. I will be always there for you. For you, Ahavat Israel, for Israel, for the United States, and for all humanity, and strengthening the relationship between our two nations. A relationship that goes back to Koshut Loyosh, whose monument is in New York. So I invite all of you to for a reunion in the Dohány Street Temple. And I will foot the bill. I insist that all of you join in Budapest when we don't have to worry about pandemic, we don't have to worry about travel, when we will again celebrate the greatest synagogue in Europe. And on this occasion, I also want you to see my Park East Synagogue, which is, far as I'm concerned, also, after 131 years, the greatest in New York. So anyhow, we bomb, and we're going to continue to bomb. And all I can say in Hungarian, Isten áldjon meg benneteket. Isten áldjon meg benneteket. God bless you all. And thank you for the honor, which will really be one of my highlights, my life. God bless you all. Thank you very much indeed. That was a lovely speech. Thank you very much for your warm words. And now I would like to ask the president of Majlis, Mr. András Heisler, to say his words. Excellencies urak, bíboros úr, főrabbi úr, elnök úr, tisztelettel köszöntök mindenkit, különösen Arthur Schneier főrabbi urat, barátunkat. 5 unokával büszkélkedhetek. A legnagyobb most 10 esztendős, a legkisebb csak 3 hónapos. Imádjuk őket, mint minden nagyszülő. És most a COVID-járvány miatt nélkülözzük hétvégi látogatásukat, a gyermeki ölelést, a mosolyt vagy a könnyeket. Arthur Schneier gyermek alig 8 éves volt a kristály éjszaka időpontjában, és édesanyjával Bécsből menekülnie kellett történetesen ide, Budapestre, az akkor még biztonságosnak hitt városba. Pontosan mit érezhetett meg egy gyermek ebből az egész világból? Nehéz erre válaszolni. Csak azt látom, hogy a COVID miatt tőlem távol tartott 3 éves unokám nem érti, mitől és kitől van ez a büntetés, vagy kitől kell félni. Arthur Schneier, amikor kisgyerek volt,
sokkal szörnyűbb volt ez a világ. Nagyszüleit a nácik meggyilkolták, őt magát Karl Lutz és a Nemzetközi Vörös Kereszt mentette meg Budapesten a haláltól. Ahogy szülővárosát, Bécset az Anschluss után, úgy Budapestet is elhagyni kényszerül, még a teljes bolsevik hatalomátvétel előtt. Hogy aztán New Yorkban a világra nyitott és mélyen vallásos modern ortodox iskola a Yeshiva University hallgatójaként kapjon rabbi diplomát. És azóta, amennyire csak képes, vigyáz. Vigyáz arra, hogy jobb hely legyen a világ. Hölgyeim és uraim, Arthur Schneier a világ megjavításán dolgozik, ahogy főrabbi úr is mondta. Létrehozza a Lelkiismeret Szava nevű keresztény-zsidó párbeszédért dolgozó alapítványt. 16. Benedek pápa, mikor úgy döntött, hogy ellátogat egy amerikai zsinagógába, őt keresi fel, az övét választja ki. Kapcsolatban van elődjével, II. János Pállal és utódjával, Ferenc pápával is. Járt Kínában, a Közel-Keleten, Dél-Amerikában, mindenhol erősítette az Egyesült Államokkal történő kapcsolattartást, és elérte, hogy politikai fogvatartottakat engedjenek el. A zsidókat meg a Szovjetunióból engedjék el, vagy éppen az egykor volt Jugoszláviából. Apropó, a Szovjetunió is már csak egykor volt. Amikor Európa közepén újból felüti a fejét az etnikai konfliktusok pestise, Jugoszláviában, muszlimvallási vezetőkkel fog össze a békéért. Ő az első, aki szrebrenicai vérengzés hivatalos megemlékezésén nem muszlim vallási vezetőként tartja meg nagy hatású beszédét. Mert tudja és tanítja, hogy az embert, minden embert Isten a saját képére teremtette, és ha van ügy, akkor Srebrenica történelmi katasztrófájának áldozataira történő emlékezés igazándiból egy rabbi ügye. Segít újjászervezni aztán a zsidó életet Szovjetunió összeomlása után. Jelen van a magyar koronát hazaszállító amerikai küldöttségben. Zsidóként, hogy hová jutott a Bécsből menekült kicsiny 8 éves gyermek. És hogyan, mi lehet a főrabbi életművének a titka? Talán a hite, szervezőkészsége, energiája a leginkább lenyűgöző benne, és fontosnak tartja, és talán ez a kulcs, hogy ott kell lenni. Mert gyakran a jelenlét az ő védjegye. Nem csak együttérzésre kész, nem csak szép szavakat szól és nemes gesztusokat gyakorol, hanem képes jelenlétével befolyásolni környezetét, valódi változásokat elősegíteni. Valódiakat és tartósakat. Tudja, hogy a helyes elvek, a szép eszmék önmagukban nem mindig segítenek. Ezért kooperál, összekapcsol céltudatosan és okosan. A világot jobb helyé szeretné tenni, és mint ahogy minnyájan az előttem szólók mondták, híd a kultúrák között, a vallások, az országok és a népek között. Talán egyszer a miniszterelnök és a mazsíz között is. Hisz nem más, mint Orbán Viktor köszöntötte személyesen levélbe Arthur Schneier főrabbit a születésnapján, megköszönve azt, hogy 1978-ban közreműködött és segített a magyar korona hazatérésében, és ezzel, mint írta a miniszterelnök úr, reményekkel teli fényt hozott a kommunizmus alatt szenvedő országnak. Igen, a főrabbi kötődik Magyarországhoz, kötődik a magyar zsidósághoz. Több hazája van. A szülőhaza Ausztria, a megmentő Budapest, Magyarország és New York. Mindenképpen New York, ahol évtizedek óta hűségesen ugyanazt a zsinagógai közösséget szolgálja, és aki járt nála, látta, micsoda infrastruktúrát tudott hitelességével megteremteni. Szörnyű időkben élt gyermekként nálunk, mégis közel érzi magát hozzánk. És nekünk megtiszteltetés, hogy a magunkénak mondhatjuk őt. És nem akarok összeveszni excellenciás úrral, de a főrabbi úr a mi rabink is. Arthur Schneier a mi rabink.
Adjon neki az örökkévaló 120 évet, mert maradt még mit jobbá tenni a világban. Isten hozott téged közöttünk, mindig várjuk az érkezésedet, várjuk szavaidat. Kívánok mindenkinek COVID-mentes napokat. Köszönöm szépen. And now at the end, Chief Rabbi Schneier, Excellencies, Cardinal Erdő, Chief Rabbi Frölich, thank you so much for being here with us today at the Dohány and being with us, because Chief Rabbi Schneier has managed to create today as well a bridge over countries, over continents through the Zoom. So thank you very much indeed for all your friends to be present here today. I like to say a special thank to my colleagues here and my colleagues or our colleagues in the US for creating this rather unique platform for this today's celebration. And as we are leaving this amazing synagogue, I would say a thanks to Peter Dobosai for playing the organ so beautifully. So thank you very much indeed again for being here today. Thank you, Chief Rabbi Schneier, for joining us in. And good luck with 120.